Karácsonyi hangulatba burkolózott a megújult 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet 2015. december 17-én. A rendezvény a kórház udvarán felállított hangulatos faháznál kezdődött, ahol forralt borral, sült almával és gesztenyével várták a munkatársakat. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the A karácsonyi ünnepség a kórház rendelőintézetének aulájában folytatódott, ahol dr. Stankovics Éva, az intézmény főigazgatója köszöntötte a kollégákat. Beszédében számokban kifejezve összegezte az utóbbi időszak nagyszabású beruházásait, hiszen az elmúlt évben a kórház mintegy 14 sikeresen megvalósult projektet tudhat maga mögött. Az újonnan épített terület négyzetméterben a kórház területén 2608,56 négyzetméter, tehát ez újonnan épült most a kórházunkban az elmúlt két évben. Emellett felújított terület 2667,82 négyzetméter, tehát csaknem 5200 négyzetméter újult meg belül az intézményben. A homlokzat az 6924 négyzetméter, amit megújítottunk ezeknek a projekteknek köszönhetően. Például mutatószám az is, hogy 1153 nyílászárót cseréltünk ki az elmúlt egy év során. Én azt gondolom, hogy ez óriási szám. Aztán 485 napelemet helyeztünk el az intézmény különböző lapos tetején, amin el lehetett helyezni a napsütéses órák száma miatt. Aztán, ami azt gondolom, hogy óriási dolog a kórház az intézmény életébe, hogy egy olyan mutató, ami azt gondolom, hogy a szakmai fejlődésnek az ütemét, mértékét mutatja, hogy csak az uniós beruházásoknak köszönhetően 510 új eszköz érkezett az intézménybe. Tehát 510 új eszközzel gyarapodott a 60-i Albert Schweitzer Kórház, és ebben nincsenek benne azok az eszközök, amit alapítványi támogatásokból, saját erőből vásároltunk meg. Ebbe nagyon sok minden benne van, a CT-től elkezdve a Rehab központra beszerzett eszközökig. Én szerintem ez egy óriási szám, ami itt az önök munkáját segíti minden nap, illetve a betegek gyógyulását, gyors gyógyulását teheti, vagy teszi lehetővé. Az eszközpark bővítése, korszerűsítése ezekkel nem ért véget. A radiológiai osztályon ugyanis a napokban helyeznek üzembe egy új MRI berendezést. Az MRI vizsgálat jelenleg az egész orvostudomány egyik kiemelkedő csúcsát jelenti. Haszna és jelentősége a betegellátásban rendkívüli, mivel jelenleg a legtöbb képi információt adja az emberi testről kimagaslóan megbízható eredménnyel. A 400 millió forint értékű beruházás így ismét egy óriási lépés a 60-i kórház fejlődésé. Én a mai napig nem hiszem el még, nem tudtam a gondolattal megbarátkozni. Lesz egy MR berendezése a 60-i kórháznak. Ezt nagyon őszintén mondom, mint a projekteknek a nagy részét Szabó Zsolt térségi országgyűlési képviselőnek köszönhetjük. Ez az ő ötlete volt, ő találta ki. Mi gazdasági igazgató úrral hosszú ideig csak néztünk rá nagy kerek szemekkel, hogy majd elfelejti, majd letesz róla, mert egy városi kórház vagy egy MR berendezés, ha mit fogunk vele kezdeni, nem tett le róla, nem hagyott bennünket békén. Én azt gondolom, azóta már mi is beláttuk, hogy ezt nagyon jól tette, és holnap érkezik a berendezés Németországból, és bekerül a helyére. Most már egy jó pár napja
német kollégák itt kopácsolnak a földszinten a Rahab központ felől, aki jár, az láthatja, hogy itt áll a kamionjuk, készítik elő a kalitkáját a berendezésnek, és holnap meg fog érkezni a gép. Én nem folytatom a sort, mert én azt gondolom, hogy ez a sok szám, ez azt igazolja, hogy az intézményben tényleg folyamatosan karácsony van. Én minden egészségügyi intézménynek hasonlót kívánok, mint amit mi kaptunk. Stankovics Éva kiemelte, a fejlesztések a kórház 60-i épületének korszerűsítésén túl az üzemeltetésük alatt álló aszódi szakorvosi rendelőintézetre is kiterjednek. 21-én fog érkezni egy felvételiző, átvilágító berendezés az aszódi tüdőgondozóba, mintegy 133 millió forintnyi uniós projektnek köszönhetően, és megkezdődött az aszódi szakrendelőnek a tervezése az energetikai felújításhoz. A további korszerűsítési tervek kapcsán az intézmény vezetője hangsúlyozta, hogy a nyáron újonnan megnyílt sürgősségi betegellátó osztály mellett az ápolási osztály kialakítása is folyamatban van, ami szintén fontos előrelépés a létesítmény életében. Az összegzést követően dr. Stankovics Éva köszönetet mondott a kórház valamennyi dolgozójának, hogy hozzájárultak az idei eredmények eléréséhez. Én megköszönöm mindenkinek a munkáját, és mindenkinek és szeretteinek áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen! Az ünnepi program a 60-kodók néptánc együttes műsorával folytatódott, akik karácsonyi énekeket és nyárádmagyarósi székely, valamint moldvai táncokat mutattak be előadásukban. Műsorszámot követő ajándékozások után állófogadással zárult az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet karácsonyi ünnepsége. It's the most wonderful.